Ja, szóval, ja, gyertek minél többen, aki tud, csak bújjatok el. Tudja, hogy ki vagyunk mi? Aki kibaszott Goofy Gang, elnök úr, és ahogy maga benne lesz a kibaszott történelemkönyvekbe, úgy mi is benne leszünk a történelemkönyvekbe. De nem félünk megölni az elnököt, Kevin! Ez járjon az eszébe, nem félünk! Nem félünk semmitől! Halló, tessék! Csömbörf, csömbörf, van testvérem. Semmi, bátyám, itt vagyok a hambusba, gépen most takarítottam jó, ki a mi is itt vagyunk a hambusra, hambus jó, mellett. Jó, fasza, nekem kell még egy két perc, aztán izé zúzok, zúzok. Halló, 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 hola, hola, tessék, kis kezi jó csókolom. Jó napot kívánok, Mr. Murph, Joe Biden vagyok, és hamarosan érkezek. Jézusom, uram, üdvözlöm, üdvözlöm. Már most itt tartunk, rendben, ő mindenképpen állok rendelkezésére egyébként. Mindenképpen azért számomra ez egy megtisztelő, hogyha meg fel tudna hívni egy 15 percen, 15 perc múlva, nagyjából többet nem kérek. 20 perc, rendben, akkor rendben. Az tökéletes lenne. Rendben. Most hívott fel Biden. Igen, igen, Biden. Biden az amerikai elnök. Hát azért, mert valami botrány alakult ki, hogy ugye elnöki kegyelmet kaptam tőle, és a sajtóban rossz visszhangja volt, és most szeretne velem beszélgetni kicsit. Akkor egy sajtótájékoztatót, hogy valami kamu dolgokat, így, ez meg, ez de szaftos volt, hogy ilyen kamu dolgokat, hát hogy is mondjam, tudja, sajtónak lenyilatkozzak meg ilyesmi, baszki. Komolyan fasz kéne csinálni? Elraboljuk a fasz. Hát most az a helyzet, hogy ugye botrány alakult ki, mert elnöki kegyelembe részesített. Azt mondta Gusztáv, hogy most a rendőrök valami hatalmas pontokat kapnak, és mi azt hiszem, mi érünk a legtöbb pontot a körözési listán, és ha minket elkapnak, akkor pedig pontok. A kúrvasok izé. Mert hamarosan valószínű találkozni fogunk. És képzeld el, hogy nagyjából egy olyan 120 percig ürültek a Gusztávból, aztán elmenekültem, ne bevújtam a kuka mögé, aztán utána pedig meglátott, és megint elkezdtem. Pár dologot össze kellene raktunk, mert hát lesz egy találkozóm, aminek lesz egy kimenetele. Amihez kellenek eszközök és dolgok, igazság szerint. Hát kellenek jetskik. Terepjárók és motorok, erre a három dologra van szükségünk jó, igazából. Hát érted, ez kivitelezhető. Igen, nem, igen, csak nem mindegy, hogy hol helyezzük el ezeket. A... Ja, nem, ilyen egyszerű halandóknak való dolgokra van szükség most itt, kérem szépen. Mert ma elraboljuk az Egyesült Államoknak a elnökét, Magnum. Semmi extra, tudom, hogy étköznapi dolgok egyike, de... Ja, azt majd mennek vissza kivégezni a de hát akkor együtt végezzük ki. De kérhetünk olyan dolgot, amit soha életünkben nem kértünk magunk. Mondjuk egy szigetet például, vagy a f*** se tudja, bármit, érted? Adják nekünk grape seedet. Grape seed. A mocsárba fogjuk vinni majd egyébként, oda a katonaság mögé, ott van egy ilyen kis... Van egy ilyen kis mólószerűség a mocsárba, oda viszünk majd az elnököt. A mocsárba oda valóban. Találkozni akar velem, mert hogy ugye elnöki kegyelmet adott nekem, erre emlékszünk jól. És ebből lett egy botránya, értitek? Ezért valami sajtótájékoztatót. Találkozik veled az amerikai Egyesült Államok elnöke? Hát nem tudom, hogy egyedül lesz-e. Mocsárba kellene jetskik, amivel onnan el tudunk menekülni végig fel ott a kis folyón. És majd elkanyarodunk egyébként a favágó telep fel a jetskikkel, és leugratunk a vízeséstől, és ott majd kimegyünk balra, és ott is lesz egy kikötő paletóba, vagy paletó előtt, ahol terepjárókkal elmegyünk egészen a favágóig, ahol meg Sánchezeket rejtünk el. Egyszer már próbálkoztam ezzel a tervvel, csak nem volt annyira sikeres. A Sánchez motorokat berejtjük konkrétan majd a favágó telepre. Sőt. A mocsárba fogunk tárgyalni a rendőrökkel, ahol a követeléseinket el fogjuk mondani, és odaadjuk az elnököt, hogyha megkapjuk azt, amit szeretnénk, és onnan elmenekülünk a mocsárból jetskikkel. Ennyi a lényeg. Ennyi. Ennyi az egész. Szóval, mocsár. Mindenkinek megvan ott a katonaság mögött, ugyebár. Alatta vagy fölött? Alatta van a mocsár. Akkor miért mondod, hogy mögötte? Hát mert nézőpont kérdése, meg végül is mögötte van, mert az ott az a hátulja. A mocsárban van egy móló, ahol fogva fogjuk tartani az elnököt. Ott leszünk jetskikkel. A jetskikkel, ahogy látjátok a kis folyót, el fogunk menni fölfele, a tó fele, Step City irányába. Vágod? Igen. Igen. A Step City-nél jetskikkel megyünk tovább, a favágó telep fele, ott szintúgy a kis folyó elágazáson lejövünk vissza, vágod? Kimegyünk ott, a vízesésen leugratunk, és ott jobbra fogunk kanyarodni, paletó irányába megyünk jetskikkel, és konkrétan ott a híd alatt, ahogy kijövünk, ott mellette látszik is, hogy van egy kikötő. Fogalmatok sincsen, gondolom. De megvan persze, igen. Ebből két főágazását fogjuk használni, az alsót meg a felsőt. Az alsóból fogunk felmenekülni a felsőbe, és ott van a nagy híd, látjátok? A 16-os garázs mellett.
Valahol biztos el fog csúszni, 1000%-ig biztos vagyok benne. Így dobtak a jó voltából, hogyha az Easy kódot használjátok befizetésnél, akkor kaptok 10%-kal több balansz, meg fél dollár pluszba is. Ugye vannak napiládák egyébként, ahol ingyenes cuccokat tudtok szerezni konkrétan, mindig ki tudtok nyitni egy napiládát, amiben egyéb dolgokat tudtok nyitni, mint például aranyat, az aranyból pedig lehet nyitni ládákat szintúgy, ezt minden nyitás után kapjátok, és itt látjátok, hogy milyen értékű ládákat tudtok kinyitni, és mik a feltételei. Még pörög 1000-rel a Raptor Rage nevezetű event egészen 4 napon keresztül, úgyhogy ezt is érdemes kimaxolgatni, itt azért lehet egész jó cuccokat szerezni, úgyhogy érdemes ezzel próbálkozni. Nyilván ez csak azoknak szól, srácok, akik alapvetően is használják az oldalt, úgyhogy hajrá mindenkinek, itt az Event Pass Changer, amit már szerintem jól ismer mindenki, ez az eseménypontokat itt találjátok, meg jobb oldalt, van egy Event Leaderboard is, ahol már azért egész kemény késeket lehet szerezni, de nyilván ez sok eseménypontot kell szereznetek, ahogy látjátok, itt van feltüntetve az összes konkrétan, úgyhogy ja, sok sikert mindenkinek, aki esetleg próbálkozik ezzel, nagyon fontos, hogy mindenki felelősség teljesen játszon, és ne toljátok túl, skacok, ez nagyon fontos. Ide kellenek majd a... Ez az a hely egyáltalán? Ez az a hely, ahova kellenek majd a terepjárók. Az biztos. Itthon vagyunk, Hino. Merre vagytok? Sziasztok! Sziasztok! Yeah. Cseh. Beszélgessünk kicsit? Aha, beszélgethetünk. Adj, gyerünk akkor arrébb. Olyan pletykát hallottam ma, magam azt mondta, hogy te lekultad Ingridet tegnap. Hát, na még jó, hogy ez csak pletyka, Takasi haverom. Ja, gondoltam, de azért kíváncsi voltam. Persze, dehogy nem nyúltam hozzá egy újjal se. Meg hát nem is tetszik nekem. Sem. Semmivel. Meg be se jön, tudod, nem tetszik. Jó, hát gondoltam igazából, csak jobb lehet tisztázni a dolgokat. Tudom, haver, és köszi szépen, hogy érted, így nyíltan jöttél ezzel kapcsolatban. Hát nem gáz, amúgy se lett volna gáz, simán. Tényleg? Jó, ezt megosztom mindenkivel, persze, hát amúgy se lett volna gáz, de ja, így, hogy nem történt meg. Nem, tényleg nem amúgy, tényleg, tehát nem történt semmi konkrét. Így, hogy nem történt meg, így nem is baj. Na figyúzzatok ide, elraboljuk ma az Egyesült Államoknak az elnökét, Bident, hamarosan találkozni fog velem. Az ok, amiért találkozik velem, ugye elnöki kegyelmet kaptam tőle, és ezért cserébe nem végeztek ki, viszont ebből egy kurva nagy botrány alakult ki, úgyhogy most pár dolgot tisztázni szeretne velem. És akkor most őszinte leszek veled, tehát hogyha ő miatta nem lettél még dög. Most nem lesz arom, akkor szerinted. Hogy a fészke? Jó, de most nem azért mondom, de most nem lesz mindannyian, hogy az a dögök, hogyha most, mármint, hogy minden egyes embert ebben a szobában halálra fognak ítélni. Attól én megyek. Lehet, hogy benne van a pakliba. Én már annak örülök. Rendiden szeretek volna. Nincs kizárva. Nem lehetős már rogatni. De ezért kell a tervet pontosan követni, és nem elpusztít semmit, és akkor megmenekülünk, és nem lesz belőle bajunk. És szerinted ezzel mi képesek vagyunk, hogy ne hogyunk el? Akkor most ehhez ne vegyünk fel kivételesen egy maszkot? Na hát, amúgy de lehet, hogy ehhez egyébként nem ártana. Igen, most. Jó, fel is veszem a maszkomat. Jó, ki kéne mennünk a favágó telepre, hogy megmutassam, hogy hova... De biztos tudjátok amúgy szerintem, hova kell a crossmotorok, hova kellenek, nem? Nem sok kell. Jetski kell igazából, meg a crossmotor, meg a 2 darab terepjáró. Vagy bármilyen autó, amivel elmegyünk a jetski után a favágó telepre. Megvan a terv. Itt van, tessék, megvan ugye a terv, már csak a favágó része hiányzik, oda kellene crossmotorok. Igazából a jetskiknél lehet gyülekezni a mocsárba, én meg várom, hogy felhívjon Biden, és megpróbálom elkapni. Milyen póló van a mocsárba? Itt ez, ami itt van a mocsár-mocsárba? A mocsár-mocsárba van konkrétan, igen, lent. Figyelj csak, Magnum. Mi lenne, hogyha a régi álmodat megvalósítanánk, és kineveztetnénk a vízivárosnak a... Az urának. Jó, aztán mi lesz a Magnum-ba, mert? Hát nem tudom. Hallod itt, hogy nincs egy krokodilok? De van egy-kettő, vigyázzatok! Na, de nagyon félek, hát akkor ne, hú, akkor megyek innen, nem fölfélek, a krokodilok legnőbb, mi rémelmeim. Most hív, Biden, egy pillanat. Hello, tessék uram, tiszteletem. Üdvözletem, én nagyon picit elhúzódott a megbeszélésem a polgármesterrel, mikor tudok találkozni? Én a rendelkezésére állok bármikor, uram. Csak mondjon egy helyszínt, meg hogy hova menjek. Hová a csillagvizsgáló tökéletes lesz. Egy nagyjából 5 perc, uram, és ott is vagyok. Rendben, köszönöm, viszont. Én is visszhal. A csillagvizsgálónál fogok találkozni az elnökkel 5 percen belül konkrétan. Most mit csináljak, hogyha lesz egy nagy csomó testőr mellette? Komolyan erre nem gondoltál, hogy egy elnökön testőrök bének? Erre nem képzeld, LG, erre így tökre nem. De ha gondolod, Takasi,
Szeretnél nekem segíteni elkapni az elnököt? Hogy a f***om baj, ne? Hova jó, figyelj! A csillagvizsgálónál fogok vele találkozni. De várjál, már most akkor úgyan vagyok. Már most, izé van, showtime baby, showtime. Ja, szóval ja, gyertek minél többen, aki tud, csak bújjatok el. Először beszélek most pár szót, tudod, hogy ne egyből izé. Igen. Beszélgetünk, igen. Meg ilyesmi. Hát mondjuk megnyújtózkodok, vagy kicsit tudod, hogy nyújtok. Aztán akkor durranjatok majd ránk. Vagyis hát igen. Igen, és ha tesztőlök leszek, akkor mi legyen velük? Azokat ki kell iktassuk. Jó. Jó, én akkor szépen csak ide parkoljatok le amúgy, és legyetek a kocsiba, szerintem az nem fel. Üdvözlöm, kedves Murph. Uram. Üdvözlöm. Káprázik a szem, nem tudom egyszerűen feldolgozni a soktól, hogy én most az Amerikai Egyesült Államok elnökével beszélgetek. Egy másodperc türelmet szeretném kérni, uram, rendben? Így könnyű elrabol, erre nem számítottam, hogy láthatatlan lesz. Na így aztán tényleg fel van adva a lecke. Uram, itt is vagyok, csak összeszedtem minden gondolatomat. Azért kerestem magát, mert nyilván tudja, hogy az ön kegyelmi határozatában vannak bizonyos kitételek. Pontosan így van, uram. Pontosan így van, aminek én minden feltételnek próbáltam megfelelni ez idő alatt, amíg úgymond próbaidős voltam. Kérdeztem le bizonyos adatokat a központból, és például a vallásos kitétel nem teljesült, ahogy úgy értelmeztem, és úgy hallottam például a polgármestertől is, hogy elég komoly bűncselekményeket is elkövetett azóta. Ezzel nem igazán összeegyeztető a kegyelmi nyilatkozat, vagyis bocsánat határozatnak a tartalma. Tehát ugye itt a kegyelmi határozat ezen a részen úgy szólt, hogy amennyiben ezeket a feltételeket megszegi, visszapüldjük önt a halálsorra. Minden emlékem megvan nekem is erről a szituációról, bennem éget. A polgármester úrnak az állításait megcáfolnám igazából annyival kapcsolatban, hogy én próbáltam állami támogatást igényelni a polgármesterségtől, hogy a templomainkat minél gördülékenyebben fel tudjuk építeni, és ne saját kézzel kelljen. Én belepróbálok investálni minden saját anyagi javamat is egyébként a templomokba, de a folyamatok lassúak, a munkásokat meg kell fizetni, az építőanyagokat meg kell fizetni, uram, és hát ez a folyamat nagyon lassú, addig is egy bárt használtam ideglenesen gyóntatásra például, tehát ezek a folyamatok aktívan mentek, rengeteg ember meggyóntam úgy nálam, rendőrök köztudottan, még Mr. Cooper is, a kapitányság vezető úr. Akkor remélem, hogy ez a kis ajándék segíteni fog abban, hogy ezeket a folyamatokat meggyorsítsák, és még egy utolsó szemhúnyást kap, egy utolsó utáni esély. Uram, nagyon szépen köszönöm egyébként a bizalmát. Bocsánat, hát olyan szinten be van állva, hogy összeszarom magam. Mindenképpen nem fogom eljátszani az esélyeimet. Dobd fel a kezed, focopó! De most van egy ennél is rosszabb hírem. Tudja, hogy ki vagyunk mi? Aki Goofy Gang, elnök úr. És ahogy maga benne lesz a kibaszott történelemkönyvekbe, úgy mi is benne leszünk a történelemkönyvekbe. Úgyhogy... semmi hirtelen mozdulat, öreg ember, mert máskülönben nagyon nagy bajok lesznek. Megkérdezem, hogy ez súlyos bűncselekmény. Itt az egyetlen dolog, ami súlyos, az kibaszottul Murph. és ez igaz. Nos uram, elviszük egy kis kirándulásra, mit szól hozzá? Jobban örülnek, hogyha nem fegyverekkel is megkötözve tennék. Magának is van egy stílusa, nekünk is van egy stílusunk, uram, ezt tiszteletbe kell tartani, és egyébként, hát azt kell, hogy mondjam, a kegyelmi okok, amiket feltételeket kaptam, semmit nem tudtam teljesíteni, bár elkezdtem az ügyleteket, de nem jutottam vele sehova. Rájöttem, hogy az az élet nem nekem való. Elnézést, ezt végig fogják hallgatni, mert éppen a Pentagonból hív a biztonsági főnök. Ezt nagyon régóta terveztem egyébként, elnök úr. Kivártam. Már hónapok óta vártam erre a pillanatra. Uram, ne féljen! Az élet a rendőrök kezébe van tulajdonképpen, uram. Azért egy elnököt mégsem szeretnénk kivégezni, csak úgy minden nélkül. A pontja számba meg nem azért került, mert átmentünk a vízben. Egyébként rendkívül megtisztelő, uram. Még hogyha nem is magára szavaztam, rendkívül megtisztelő önnel egy autóban tartózkodni. Tudnám, hogy mit tett ez a... kurva Trump, hogy ennyire szeretik rosszat. Trump az Trump, uram. Nem, ami a katonasságra bevés. Nem olyan demens, mint maga. Ezért is raktam ide az egyik emberét. Soda? Mit gondolt Franklin Fillmore az én találmányom? Hát, igen, gyanítottam. Megvagytok amúgy, Ingrid, itt a kasival, vagy mi a helyzet? Köszönöm, megvagyunk. Meg lerobbantottam kezemet egy C4-esetre, ezután meg együtt vagyunk. Ja, csak úgy, akkor már nem is lestek együtt, ugye? Nagyon úgy, ugye? Nem hiszem, ért.
Hát csak érdeklődtem, kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet, érted? Férfiak terén, meg ilyenek. Nem tetszik az érdeklődésed. De ez csak ilyen baráti jellegű, természetesen. Remélem. Persze, hát mit gondoltál? De pont így szoktam én is megkérdezni, hogyha baráti jellegű érdeklődöm. Megérkeztünk, koncentráljunk a feladatra. Megismerkedtetek Biden úrral már? Aki meg, eddig... most kértem, mondtam, hogy kellene még ki te adni. Valakit kell meg kell várnunk, aki elindult a robotból. Jó, fassa, fassa. Ne rejtem ki a nevét, mert már mindenki kiejtette kb. Figyeljetek, innenstől kezdve igazából most már nem kell kapkodni, ráérünk. A kocsik ott vannak a helyén? No, megvan, persze. Jó, remek, ez rendkívüli hír, rendkívüli hír. Tulajdonképpen, aki iszonyatosan nagyon durván beszophatja most, akkor az... Takasi, Ingrid és én vagyunk. Három kocsi kellett, ugye? Igen, igen. Jó, annyi van. Passa, az a lényeg. Figyeljen, Biden uram, őszinte leszek magával. Lehet megdöglik, lehet, hogy nem, viszont ez hihetetlenül izgalmas, egy közös kis élmény lesz egyébként. Mik ennek a következményei? Csak hogy beszéljünk kicsit arról is. Hú, de demes. Halálbüntetés esetleg opcionális. Az jó. Mivel az államokban egyébként az engedélyezett, így igen. Jaj, de szuper. Akkor viszont akkor miért fel is kell mindig ilyen f***ságokat kitalálom amúgy? Barbecue Bob vagyok. Hol van Magnum? Most jön. Jó, ja, remek. Hát a Magnum vagy én? Már nem hát hiszem, kis, hogy... kisboltokban van. Kisboltokban lehet kapni. Güntike! Nagyon jól festesz, Günther, minden rendben? Akkor gondolom most véletlen sem az a Magnum érkezett, akit előbb említett Murphy, ugye? Nem, Fagyiról beszéltünk be ezzel. Nyalni van-e valakinél, valakinél egy kis Magnum tényleg, mert stressz helyzetben mindig nyalnom kell. Üdvözletem, Murphy! Úristen, mi a probléma? Fesz az idegem! Én? Hát nem hiszem el! Mi a történés? Mi a szisztematika, Cooper? Életem! Miért? Micsoda? Nem hallom! Minden szar! Igen? Hát ha én is egy Cooper lennék egy napra, én is ez, nekem is ez lenne a véleményem. Na figyeljen, nyugodjon meg, uram, én azt mondom! Nem mondja! Mint hogyha valami hiba lenne a rendszerben, uram! Én egy éven keresztül ezen mentem keresztül. Mr. Cooper felhívtam, és torka szakadtából. Jézus, amit most mi történik? Skinvallatás. Freestyle. Ó, vágom, persze. Végül is csak az amerikai elnök van itt megkötözve. Baszni rá amúgy. Beatboxolgassunk. Azt mondta a kisegér, hogy ott marad, ahol mondtad. Mr. Coopert felhívtam, és ő torka szakadtából üvöltött, meg csapkolózott, és azt mondta, ideges. Hogy... Mondtam, hogy akkor a híreket közöljem, és azt mondta, hogy majd mindjárt! És rám b***ta a telefon. Bocsánat, itt vagyok, mi a helyzet? Itt vagyunk a mocsán, itt van egy köpésre amúgy. Gyere ide, bazzeg. Ne legyél ott egyedül, ne várakozzá. Jó, megyek. Jó, rendben. Figyelj már, mire nem felülnék meg én? Figyelj, rendben, benne vagyok amúgy, jó? Persze, mehet. Ez az! Ez az! Te mi a gecinek? Semmi, mi, micsoda? Ja, itt van. Hallod, öreg embert ezt kössük meg, én nem bízok benne, baszki. Öreg ember, mutatja nem magát, vén ember. Igen, vén kecskecskei hasonló. Jaj, jó, só. Beszélek meg őt, mint ez egy Darth Vader. Tengermi tiszteletem, Kevin, hall engem? Hogy ne hallanak? Rendkívüli. Van egy kedves vendég a társaságunkban, aki nem biztos, hogy itt szeretne lenni, de itt van, mégiscsak itt van. Erőszakkal fogva tartunk egy adott szemét. És van tippje, hogy ki lehet az egyébként, kedves Kevin? Eddie Murphy. Nem, ez még hihetetlenebb annál is egyébként. Uram, toppanjon ide, kérem, mutatkozzon be. Üdvözlöm, Mr. Kevin, Joe Biden vagyok, az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke. Jelentkezem, Kevin King, osztályvezető. Értem, osztályvezető úr, meg vagyok bilincselve. És csak helyesbít, megkötve. Olyan helyen tartózkodom, ahol nem szeretnék tartózkodni. És nincs rá módom, hogy elmenjek innen. Ne aggódjon, elnök úr, intézkedünk. Ne sem pánik. Az aggodalmon már túl vagyok. Félek. És ez nem trükk, Kevin, tényleg. Ide figyelj, Murph. Maga lógni fog. Hát, Kevin, lehet, hogy lógok, szemben. Csak kérdés, hogy megéli ezt az elnökünk, ugyebár, és nem kell 47-et gyorsan leültetni hát, majd a Fehérházba. Hát újjal is hozzányúl az elnökhöz. Mondjuk tök mindegy, hogy így sem úgy te lógtál a munkából, azért van itt velük, és nem veled. Mondja neki, hogy megetetnék az aligátorokat. Tárgyaljunk személyesen, itt vagyunk lent a mocsárban. Kevin, megoldtad új esetleg, hogy csak Murph dögöljön meg, és mi ne? Én is. Lent tartózkodunk a katonaság mögötti mocsárban egy mólón.
Kérem szépen, nagyon figyeljenek oda, hogyan és miképpen közelítenek meg minket, mert gyorsan el fog járni a kezünk Biden úrral szembe, és sajnos egy pofont kap, szörnyet halna már abba is, amilyen állapotban van, úgyhogy kérem az elnök úr... Megcsapoztak, megpofottak! Nem csinálunk hülyeséget. Még. Személyesen folytatjuk. De nem félünk megölni az elnököt, Kevin! Ez járjon az eszébe, nem félünk! Nem félünk semmitől! Jó, rendben. Figyeljetek, szerintem a terv az mindenkinek kristálytiszta, igazából ezt már többször... Szerintem lóg az elnök, nem? Nem fogjuk azt csinálni, mint amit a polgármester csinált velünk, mert hülyére vett minket. Ezt csináld már, bazdnak, hogy kártyázunk csak oda. Rakjuk bele ebbe a hordóba, azt kötözzük oda, vagy én nem tudom, bazdki. Hamarosan igazság szerint itt lesznek a rendőrök, és utána... Hát meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa, uram. Beszéljük már át a lehetőségeket, mert Bidenért tényleg olyan dolgot kérhetünk, amire még eddig nem igazán volt példa, és ez olyan dolgot kellene, amit tudunk jövedelmeztetni. Most pénzt is kérhetünk, de az értitek, annál valami keményebb dolog kellene. Ne olyat, amit régen kértünk. Ez lehet akár egy terület, tényleg a határtalan igazából szinte a dolog. Legyen mindenki bensziget! Erre gondoltam egyébként Indi Rédis legelsőnek, hogy a sziget kurvára legyen, bazd meg a mi fennhatóságunk alá. És tudnánk csinálgatni a kis dolgaink. Úgyhogy ott nincs kiadatás. Hát na ez Versedés, az. Na ugye, aha. Ne aggódjon, a követelményeink egyértelműek lesznek a rendőrökkel szemben. A többi rajtuk múlik, uram, a teljesítik, magának egy hajaszála nem görbül, ha nem, akkor viszont kénytelen leszek megölni magát. Minden lelkiismeret nélkül, igazság szerint ez a helyzet.